Kötésbontó varázslat. Ez egy egyszerű módszer letisztult szimbolikával, ami kezdők számára is egy opció lehet. Két fehér gyertyára lesz szükségünk, amelyek a kapcsolódásban a két szemét reprezentálják. Az egyik gyertyába belevésik az egyik fél nevét, a másikba pedig a másikét. A két gyertyát összekötjük lehetőleg valamilyen natúr természetes anyagú zsinórral. Ez fogja szimbolizálni a két személy közötti negatív energiájú kötőerőket. Nem éghető alátétre helyezzük a gyertyákat, viasszal érdemes rögzíteni, hogy stabilan álljanak. A gyertyák köré sót szórtam. Ezt a sót a lemniszkáta, vagyis a végtelen jel formájában szórtam a két gyertya köré. Ez szimbolizálja a lelkek örökké valóságát, valamint azt, hogy a transzcendens síkokon a lelkek felismerik egymást, és tiszta, semleges szeretettel kapcsolódnak. Továbbá szintén a só volt hivatott arra, hogy megtisztítsa a kapcsolódást az anyagi síkról származó negatív kötőerőktől. Végül meggyújtjuk a gyertyákat, és hagyjuk őket leégni, és miközben leégnek, elégetik a köteléket is. Ezáltal megtörtént a kapcsolódásban a negatív kötőerőknek a feloldása. Ilyen jellegű praktikáknál mindig érdemes hozzátenni a szándékunkhoz, hogy feloldom a negatív kötőerőket, de legyen, ahogy lenni akar, és legyen úgy, ahogy mindenki számára a lehető legjobb. Ezáltal utat engedünk annak, hogy olyan lehetőségek valósuljanak meg, amik bár nagyon pozitívak, de lehet, hogy magunktól nem is tudtuk volna elképzelni.